Miklósom. Jó, megnőttél, Cula? Hello! Hát még te! Hát sziasztok! Képzeljétek el, úgy jött össze a csillagok állása, hogy István barátommal itt összefutottunk, mert amúgy tényleg ez nem volt betervezve. Ja. Ez nem volt betervezve, összefutottam Istvánnal, akit már ismerek legalább két hónapja. 2,5 hónapja. 2,5 hónapja. És akkor beszéltünk, hogy mi lenne, hogyha beszállna ő is ebbe a challenge-be. Azt mondta, hogy jó. Így ennyit mondott, hogy oké. Nem akarod szétcseszni magad totálisan egy fél óra alatt? De, simán. Oké. Névrokonom, ugye? Így van. Mert amúgy az is véletlen, hogy tényleg fekete vagy. Ja. De amúgy tényleg nincs köztünk semmilyen rokonság. Bár azért a méretből simán lehetne erre gondolni, mert én azért nagyobb vagyok. Oda lenn is. Így van. Ott főleg. Derék alatt fekete amúgy, amik leginkább. Így van. A közösségi média oldalakon nagyon sokan jelöltek be erre a helyre. Mármint, hogy itt bejelöltek, hogy jöjjek el a Porkyba, mert hogy itt van valami rohadt erős és rohadt nagy. És hogy ez neked való, mindig mondták, tudod, menjél, mert ez neked való, mert nagy is, csípős is, tudod, ez milyen jó lesz nekem. Úgyhogy most megnézzük, hogy tényleg jó lesz-e nekünk, vagy nekem, hát nem tudom, kiderül. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki gondolt rám, és megjelölt, hogy jöjjek el ide. Eljött az idő, hogy eljöttem. Úgyhogy megnézzük, hogy vajon a Porky kihívása fog győzni, vagy mi? Összefogunk, maximum közös erővel megeszünk egyet. Jó. Fogjunk össze mi feketék, ez az. Hát akkor nézzük meg, mi újság. Nézzük meg, hogy néz ki a hely, gyertek. Jössz? Aha. Ja, már itt van. Örülök neki, hogy nem csak én egyedül fogok itt elhalálozni, hanem itt van velem kedves társam István bácsi. Mint látjátok, itt van a főszereplő. Egyébként se az illata, se a kinézete nem túl bizalomgerjesztő. Mármint, hogy jól néz ki, csak ugye látom, hogy valami nem stimmel. Gyanús a helyzet. Úgyhogy ezt kell elfogyasztani, és ami nehezíti a dolgot, hogy viszonylag sok mennyiségre. De nem csak az a baj, hanem hogy 10 percünk van erre az egészre, és mindenek el kell fogyni. Nem maradhat semmilyen kis leeső falat, meg semmi. Hát... nem tudom, mit mondjak. Az a baj, hogy illat az nem annyira jó. Mármint, hogy nekem nem jó. Csípőség. Így van. Na, hát akkor kezdhetjük. Mehet, csapjunk bele, nem? Mit bohóckodunk? Na, kezdjük a krumpliba. Csípős? Megy? Megy, ja. Szerintem az bátor így. Elég bátor vagy így bekezdesz vele, nem? De kár, hogy tele van csípőssel. Ez annyira finom, nem? Van ebből csípősmentes? Elég haladszom, hogy most kezd építkezni egyébként a csípőség. Szerintem ki fog ezt teljesedni. Viszont marha jó, hogy ilyen... Te is csukrós vagy. Nem tudom. Ja! Egyébként felelősségünk teljes tudatában hajtjuk végre ezt a challenge-et. Na, hogy feljelentsük. Ugyanúgy. És saját? De fincsük. Elkezdődött. Ja. Hú! Húbald meg! Van baj. Ez nagyon rattomos, azt a kurva. Hú, káposztatom pitya. Te vágtál a felé? Ja. Neked még meg lehet. Ja, amúgy belehúzom, még meg lehet. Csak nem tudom megenni szerintem. Nem, azt nem tudom, ő mondta. Figyelj, már nem havernek. De rossz. Megnézem csak a... Megyem újra? Biztos, hogy megy? Az embertelen, az meg. Picit csípős lesz az is. Én azt hittem, hogy csak kicsit csíp. Hát tudom. Igen, egyébként erősebbet tettünk már. Nem fogok hazudni, viszont ekkora mennyiségben ilyen csípőséget nem lehet megcsinálni. Szerintem meg... Hát igen, mondjuk akkor meg lehet. Az még, jöjj még, nem publikus meg. Azt a rohadt életbe vannak. Kiszálltál? Ja, kajáltam kettőkor amúgy. Akkor többen jártam, mert én, nekem ez most az első kajám ma. Az élőt kicsit csüpegettem, de... Mennyi? 7. Mi nem kerülünk fel a dicsőségfalra? Nem. Egy másik rovatba került a sátor. Hú, baszki. Kiszálltam én is. Reálisan? Ah, igen, esélytelen nekünk. Ó, ki kell mennem levegőzni. Méretre nem sok. Azt hittem őszintén szóval, hogy egy lesz. Hogy egy ilyen? Ja. Naív voltam. Egy pékáról, csak ketten alá, hogy elférjen kényelmesen a tárcára. Ebben a szósz a durva, mert amik vannak benne, azt gondolom, hogy sima chili, meg jalapenyó. Habanero, jalapenyó, meg bőrzány. Amik nyersen vannak, ugye? Persze, hanem a szószban vannak a durva ezek. Szószban Carolina Reaper van, morúra skorpió, szellemchili. Elején még meglepődtem, azt hittem, hogy nem lesz annyira, de akkor éreztem, hogy építkezik. Kérdeztem, amikor te majdnem megetted a felét, hogy ez még meg lehet, nem mondom, már nem. Tehát, hogyha 2 percnél az első szendvicset nem fogyott el, akkor nem. Ő nem lesz erős egyáltalán. Benne semmi erős nincs. Csak azért kell, hogy ne csak erős legyen a gyomromban, mert ez fog marni. Hú, de jól néz ki amúgy. Hát maga az erősséget, amit mondjuk én ettem, és szerintem a legdurvább volt, az mondjuk a Tube of Terror. Annál szörnyűbbet még sose ettem csípősségre. Ha mondjuk az nálam a 10-es, akkor ez egy ilyen 7-es. Ez a cheddar sajtszó. Ez itt a legfolyósabb, amit eddig ettem. Aha. Az általában ilyen, ahogy eddig ettem, ott mindig sűrűbb volt. De viszont nagyon jó. Benne voltunk a 250 pluszba, akik nem ették meg. Így van. Ez is valami. Ja. Valószínűleg meg tudtam volna enni a felét, amúgy legyőztél, vágod? Borzasztó. Na, játsszuk? Majd a WoW-ba lejátszunk. Jó. Leduelezzük. Jó. Úgy engedéken. Múltkor is agyonvertelek. Nem én voltam. Tudod, valami ezen kínos, akkor tagad lajtam. Ja. Nem én voltam. Brutál erős, tényleg, szóval nem vicc. És meg tudtam volna enni ezt, szerintem, hogyha nagyon akarom, mert ugye még utána is ettem egyet, szóval félt belém. Viszont ugye tudtam, hogy mivel úgy eszem meg, ezért igazából minek? Most már... Ja. Ugye mivel látom, hogy lehetetlen, tudod, akkor ha látom, hogy akkor inkább kiszállok, az kész van. Mindegy, most vállalom, hogy fölkerültem a szégyenfalra. Te is, nem réges. Szóval amit én meghagytam, én azt elviszem a Tibinek. Mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tibi bár mit fog vele kezdeni. Én meg otthon mit fognak vele kezdeni. Meg ezért bejátszol otthon? Ja, hát húgom szereti az erőset ugyanúgy. Nem köszönök még el, tőled elköszönök, jó. Tőletek nem, mert akkor még találkozunk, mert otthon akkor a Tibinek ezt még azért megmutatom. Hát akkor köszönöm, hogy jöttél velem. Én köszönöm a hívást. Spontán. Ja, spontán. Mint ígértem, ide portoltam a stúdióba is. Elhoztam a Porkynak a szendvicsét, Tibinek hoztam egyet. Ugye itt maga a challenge az úgy néz ki, hogy a 2-t kell megenni krumplival. Mennyiségre először szerinted neked mennyiségre ezt meg tudod enni, hogyha nagyon éhes vagy? Meg. A 10 perc a gázos, azt mondtad, tudod, az idő. 10 perc alatt necces. Igen. Lehet, hogyha nagyon kajas vagyok, amúgy látolom, mondtad, még sült krumpli van hozzá. Egyébként én is nagyon csicska voltam, megmondom őszintén, mert képzeld el, hogy nem sikerült. Gondoltad volna, hogy nem fog sikerülni? Gondoltam, hogy nem fog sikerülni egyébként. Jól néz ki, így elsőre az... Így is néznek, így is jól néz ki? Ja. Egyébként tényleg jól néz ki, az jól a durva. Ez tényleg... a tépet hússal. Rohadt jól néz ki, csak kár, hogy ennyire... Nem bizalomgerjesztő, igen, meg a illata is baszki. Nem tudom, nekem bejön az illata. Kifejezetten bejön az illata. Viszont képzeljétek el, hogy én kértem külön szószt, és raktak is nekem egy ilyen kis tégelybe szószt, és ott felejtettem. Én arra tippeltem, hogy neked ez egy ilyen sima kis izé lesz, ilyen nasi. Megnézem. Hogy amit így a melóba is elviszel és megeszed. És jól néz ki, amúgy az így elsőre nekem tetszik. Én meg viszont annyira csíra voltam, ezért egy szolidaritást vállalok, és úgy döntöttem, hogy még megkínzom magam, mert nagyon hamar feladtam. Jó, igazából esélytelen volt, szóval láttam, hogy... Érezted, hogy ez elment mi? Elment, ez a vonat már elment, úgyhogy le is ugrottam róla a francba. Akkor kóstoljuk meg. Hajrá. Na, kíváncsi vagyok amúgy. Már megint. Finom. Nagyon. Az első pár falatnál nem érzed, hogy nagyon csípna. Ez azért szép lassan fog szájba rúgni amúgy. Úgy az a baj, hogy már hűtőbe állt ez egy-két napig, úgyhogy azért beszívta már, ugye a zsemle beszívta a szósz, mert nem, szerintem annyira nem adja most már ki az erejét. De amúgy kiadja. Föncsök. Én azt mondtam ott fönn, hogy nekem ez egy 10-es skálámon, ami nekem a 10-es mondjuk az a Tube of Terror. Én azt tartom mondjuk egy 10-esnek. Ahhoz képest szerintem ez egy ilyen 7-es erősségre, mert azért ennél szerintem mondjuk a koponyák is, amit Dönci hozott, szerintem erősebb volt. Ez alattom most már ez lassan építkezik, nagyon lassan építkezik. És nekem most már megint visszajött úgy, mint ott fönn Pesten, hogy már érzem, hogy megint itt van. Itt a pofámba. Bevallom férfiasan. Én ebből egy felet nem szívesen eszek meg. Egy felet. Ebből a cselesből, úgyhogy... Aki egy felet megeszik, az már mindenképpen legyőzött engem. Úgyhogy te már most legyőztél, szóval. És amúgy tényleg így ízre... No. Na, ott a séf is mondta, hogy de mondjátok, hogy milyen jó. Nagyon jó, nekem nagyon bejön. Nem szabad leállni, ha rám hallgattok, akkor hogyha elmentek megpróbálni ezt a challenge-et, és rám hallgattok, ne álljatok meg, ne gondolkozzatok, hanem mint a gép, ham-ham-ham-ham-ham-ham. Amúgy csíp tényleg most. Szerintem egyébként a nagy étvágyúak ezen esélyesebbek, mint az olyanok, aki én, hogy csak bírom a csípőset, mert hát nem tudom, két igen, ilyet. Mert maga a csípőséget szerintem azért sokan 10 perc alatt szerintem esélyem nincs. Tényleg, hogy fizikai képtelenség. 10 perc alatt sokan megcsinálnák szerintem. Mármint, hogy maga az erősséget szerintem sokan kibírják. Az időkorlát az, annyira nem lehetetlen a csípőséget túlélni, hanem itt a időkorlát és a mennyiség. Szerintem a két szendvics azért az krumplival együtt, az majdnem egy kiló, 6-700 g deka. Nem, kilót szerintem üti hasábba. A kettő meg a hasáb szerintem egy kilóba van. Én tényleg úgy kezdtem el, hogy nekem van esélyem a mennyiségre, mert szerintem ez a két szendvics, ez nekem nem nagyon kottyan. A csípőségem megy el nálad ez, ja. Az, hogy ekkora mennyiséget ebben az erősségben nem tudok megenni. Na. Ezt úgy lehetne megcsinálni, ami fixen sikerülne, hogyha mint a Dragon Ballba csinálnánk egy fúziót. Igen. És akkor ami kijön... Kurva nagy étvágyú csípős bíró. Hogyha ez létezne mondjuk itt a környéken egy büfébe, te ezt berendelnéd ugye hétköznapokban is, hogyha megkívánod a csípőset? Tényleg? Aha. És ezt így otthonra megrendelnéd, hogy izé köszi, hogy kis komplival, meg izé szósszal? Persze. Ez hülye. Köszi, hogy itt voltatok. Köszi, hogy itt voltatok. És sziasztok. Szavaztok. Cső. Csá. Most nem mehetek a kórházba. Megütöttél. Ez már izé lesz, akkor erőszakot tartalom. Az erőszakterő. Várj, fölveszem erőszakolót.